Kedves barátaink, miközben lejárt a nagy választás, és a választópolgárok ismét a régi kerékvágányban haladnak tovább, senkinek sem tűnik fel, hogy Székelyudvarhelyén, a Székely fővárosban a román és magyar sajtó elsorvasztása után sor kerül a város újságbódéinak felszámolására. Kedves honfitársaim, ezek szerint szeretett városunkban nem dübörög sem a gazdaság, sem a kultúra. Érdekes módon a kommunizmusban volt mozink, pionírházunk, voltak diszkoink, táncházak, mindenféle körök és korok más kulturális kiadványok, volt többféle újság, mindenféle magazin és heti vagy napilap. A kisnyugdíjas, a sportrajongó, a keresztrejtényfejtő, az olvasni szerető kisember kialakított magának egy életformát. Most ennek is lőttek. Ahelyett, hogy fejlesztettük volna, ami a kommunizmusban jó volt és működött, most a nyakát törtük ennek is. Ki állhat és mi állhat emögött? Kinek szúrta a szemét és miért? Bezzeg, ez nem hír. De mikor a politikusok imádkoznak és a papok politizálnak, na az igen, avval tele vannak a szennylapok. Mi lesz veled, Székelyudvarhely? Hol vannak a vezetők, hol van a városvezetők krémjei, szellemi és üzleti életvezetői? Mi lesz veled, lokálpatrióta nyárspolgárok? Városunk porosabb és kopottabb már nem is lehetne. Lecsúszott nagyon minden a dobogóról. De hadd lobogjanak a sosem volt bugyikék lobogók, hadd jöjjenek a nagy szlogenek, az úzvölgyi hiszti, az összeúszítások. A kulisszák mögött egy másik szappanopera zajlik. Mi jöhet még, már elképzelni se tudom, hogy mi következik ezután. A város régi házait már rég porlasztják. De hogy a Székely fővárosnak nincs egy sétáló utcája, nincs útunk, nincs hidunk, nincs stratégiánk, a védekező mechanizmusunk rég elsorvadt. A főtér tele turkálóval, fogadóirodával, kuplerájjal, ez is valami vicc. Más városban a város szívét és sétáló utcáit elegáns üzletek, régiségkereskedések, népművészeti üzletek, bioboltok, ékszer és delikátesz üzletek díszítik, ékesítik, nemesítik a város arculatát. Mutatják az itt lakók igényességét, a hovatartozását, múltat, és jelent összekötve. Amíg a 4 éves mandátumban gondolkodók, városvezetők, eltársak a saját pecsenyéjüket sütögetik, addig gyerekeink jelene és jövője kétséges. Nem akarunk megsérteni senkit, kinek nem inge, ne vegye magára. De mindenki gondolkozzon el rajta. Hogyan tovább? Lesz jövőnk még? Nos kérem, nem tudtunk elmenni mellette. Minden jót, Magyar Lajost hallották, utcaegyesület.